Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ezt a videót egy beszélgetés ihlette szülte meg. Egy nagyon régi ismerősömmel beszéltem telefonon, akivel annak idején együtt óráztunk, karórákkal seftelgettünk, és jó ideje nem találkoztam vele. És felhívott engem, hogy rábukkant a videóimra, és megnézte pont azt a részt, amikor én arról beszélek, hogy ugye bizonyos ember típusok szert tesznek egy idősebb, akár több 10-20 éves, valamilyen egykoron prémium kategóriás, ma inkább leizzadt kategóriásnak hívnám, autótípusra, tök mindegy, hogy milyen márka, tegyük félre, és teljesen megváltoznak, ugye úgy érzik, hogy rájuk szakadt a világ dicsősége, tudjátok, ez a kar kibaszva az ajtóban, a szüveg a fejre tolva, innentől kezdve enyém az élet, enyém a világ, mindenkit megdugok, stb. Erről beszéltem, ugye sokan félre értelmeztétek szándékosan, hogy én így vagyok rá, mert nekem minden vágyam mondjuk egy 22 éves akármilyen egykoron prémium kategóriás autó, és én ezt nem tehetem meg. Igen, minden vágyam ez, valóban így van, nekem ez jutott, és kész. Én mondtam, azt nevezem jellemfejlődésnek, mikor valaki nem azzal törődik, hogy mibe ül be, és milyen karika van az autókája elején, hanem hogyha van egy adott keret, tudja mire tellik, ez az egyik, a másik, meg vannak fontosabb dolgok is, hogy milyen autóba ülök, innen elmegyek oda, akárhova, és a pénzem sokkal-sokkal értelmesebb dolgokra tudok költeni, nem beszélve arról, hogy nem 1800 forintért tudok tankolni minden nap, mert erre telik, de ez egy más videó tartalma volt. Na, ő ezt megnézte, és azt mondja, hogy gratulál hozzám, mert teljesen ez a véleménye. Ez nekem jól esett, mivel egy olyan emberről beszélünk, aki szerintem nem egy hülye gyerek, nálam idősebb, és hozzátartozik, hogy nagyon-nagyon sok pénze van. Most ez nyilván nem ettől lesz valaki okosabb, értelmesebb, hogy mennyi pénze van, de neki úgy van a pénze, hogy nem lopta, csalta, hazudta, hanem arra keményen megdolgozott érte, okosan forgatta, és nem bűnözőről beszélünk. Most ez az ember elmondta nekem az autókkal kapcsolatban például, hogy teljesen egyezik a véleménye, és akkor meglátja ezeket a srácokat, esetleg lányokat, akik megveszik ezt a 10-20-akárhány éves autókat, hangsúlyozom, nem az a problémám, ha problémának lehet nevezni, hogy valakinek van egy vágya, hogy szeretne mondjuk egy 16 éves akármilyen típusú autót, és erre van pénze. És ha sikerül neki összekalapálni bármilyen módon, és ennek örül, én nem erről beszélek, nem ezt mondom, hanem mindentől kezdve valakinek miért változik meg a kifele mutatott arca. Tehát mi történik ilyenkor, mikor megveszel, mit tudom, 680 ezer forintért egy autót, ami nem kevés pénz, hangsúlyozom. Valakinek tényleg nagyon-nagyon sok ideig tart összesporolni. Ez megvan, megveszi ezt az autót, amit mindig szeretett volna, és innentől kezdve, hogy örüljön neki, ez egy természetes dolog. Vigyázzon rá, ápolgassa, stb. Gondoskodjon róla, ezt mind megértem. De miért kell egy ilyen iszonyatos személyiségváltozáson keresztül mennie, hogy innentől kezdve, mert ki van ez a akármilyen jel elől a kocsiján, innentől ő azt gondolja, hogy mindenki máshogy fog ránézni, övé a világ, mindenki hanyat bassza magát, ha őt meglátja, mert megjött Pisti, vagy Jóska, vagy Ilcsi, és itt többen az adott autótípusba, ami valamire is őt felhatalmazza, vagy valamivel különb, mint bárki más. És erre mondtam én azt, hogy nekem ez egy vicc kategória, nevetséges, talán így érthető, hogy miről beszéltem, nem arról, hogy valaki örül, és a pénztárcája alapján megteheti ezt, hogy ilyen idős autója van, ezzel semmi bajom nincsen, mindenkinek ugye a pénztárcához kell igazítani mindent, ezt tökéletesen el tudom fogadni. Hanem azt nem értem, mondtam még egyszer utoljára, hogy mitől változik meg az ember. Erre volt kérdező a videó. Nos, ez az ember ezt mondta nekem visszatérve rá, hogy igenis marha szánalmasnak tartja ezt, amikor én 10-20 éves autóba ülnek ezek a gyerekek, és úgy csinálnak, mintha mit tudom én, egy vadonatúj 60-80-100 milliós autóba most gurult ki a szalomból, azzal furikáznának Budapest utcáim, és elvárják, hogy mindenki valahol hajbókoljon, tátoccája, folyó nyállal bámulja őket. És pontosan azokból az emberekből, akik ezt megtehetik, hogy ilyen autóval mászkálnak esetleg, ezekből nem azt váltja ki, amit ezek az emberek gondolnak, hogy mi is oda tartozunk hozzájuk, hanem egy szánalmat. Az, hogy ki hova tartozik, ez megint egy relatív dolog. De nyilván, mikor valakinek ilyen érzései vannak, hogy megveszek egy ilyen autót,
és ugyanaz a márka, mint azé, igaz, hogy van közte 45 millió forint különbség, akkor én oda szeretnék tartozni. Tehát nem az, hogy örülök neki, hogy van egy autóm, hanem én jóval magasabb pozícióba sorolom magam. A társadalmi ranglétán, a vagyoni ranglétáról beszélek persze, mint ahova tartozom. És ezek az emberek, akik ezt megtehetik, azoknak ez nem biztos, hogy az jön le, hogy ha, de jó, itt van a Pisti és becsapódott közénk a 614.800 forintos autójával. Még egyszer mondom, nem lenézem, akinek ennyi pénze van, nekem is lehet, hogy lesz még 50.000 forintos autóm, mert alaterik, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy az arcot is oda kéne igazítani, ahol van, nem az autó függvényébe. Most mondom ezt már harmadszor, de pontosan azért mondom, mert tudom, hogy félre fogjátok rengeteget. Direkt is, meg véletlenül is nem kellő odafigyeléssel néz a videót érteni. Tehát nem ez a lényeg. És ez az ember ugyanazt elmondta nekem, hogy ő nézegeti ezeket a vadonatúj, akár koreai, mit tudom, japán, bármilyen keleti, távol-keleti márkájú autókat, és ő sznob, ez a saját elmondás alapján mondja, hogy ő sznob, ő ezt vállalja, és ő nem fog beülni ezekbe az autókba, de azt mondja, és azt mondta, hogy semmivel se tartja szarabb autóknak, mint a különböző prémium, felső kategóriás, német, akár olasz, bármilyen magasan rangsorolt autókat, tehát semmivel se rosszabbak. Az egy dolog az, hogy én öcsém sznob vagyok, megtehetem, és nem ülök be ilyen autókba, de azt mondja, semmivel se szarabbak, sőt, azt mondja, ez az ő elmondás, rengeteg autószerelő ismerőse van, hogyha mindenki ilyen autókat venne, a távol-keleti autókról beszélek, ezekről a erősen középkategóriásnak hívott autókról, amiből ugyanúgy benne van minden, ami kell, akkor az autószerelő műhelyeknek egy jelentős része bezárhatna, mivel nem lenne munkája. De nyilván mindenki máshogy gondolkodik, lehet, ha nekem is olyan rengeteg pénzem lenne, engem sem érdekel, hogy mennyit költök az autószerelőre, stb. Stb. Ugyanaz a véleménye neki ezekről az autó dolgokról, ugye, hogy szeretné valahova tartozni ezzel, de nem ott vagy, mint mondjuk az órákkal. Mondtam, hogy órákkal foglalkozott régen is, meg most is nagyon magas kategóriás, prémium kategóriás órákkal, és én erről csináltam egyszer egy videót, hogy mennyire kellemetlen az, amikor te megveszel egy akármilyen replika órát, és elmész egy olyan társaságba, ahol ismerik az órákat, én is nagyon szeretem őket, és észreveszik a kezedem, mert igenis megnézik a férfiak is, meg a nők is, hogy milyen óra van rajtad. Nem ez alapján rangsorolnak embereket, legalábbis egy normális társaságban ezt is elmondtam, mert ugye erre is sikerült kivezetni bizonyos reakciókat. De én is meg szoktam nézni, hogy te jól látom, hogy ez van a kezeden, ez persze, és akkor általában ez azzal a lendülettel, akinek frankóra van a kezén, leszoktad csatolni, nem azért, hogy menőzzön vele, hanem tudja, hogy egy olyan ember társaságba került, aki ezt szintén értékeli, érdekli. De most ha elkerülsz egy ilyen társaságba, egy ilyen fasz a replika órával, ott pillanatok alatt kiderül, hogy az nem az, hiába bármilyen jó minőségű másolat. Ugye leírtátok nekem, hogy olyanok is nem lehet megkülönböztetni, de meg lehet különböztetni. Lehet, hogy nem pont az asztaltársaságnál, de meg lehet. És elég kellemetlen, amikor te ott eljátszod a nagy menő Józsit, és kiderül, hogy egy pár ezer forintos kínai szar van a kezedem. Nem a kínai órákkal van baj, miatt megint elkezdene jönni rám a fika. Hanem ugyanezt beszéltük ezzel a sráccal, semmi baj az, ha valakinek arra telik, hogy egy pár ezer forintos vagy pár tízezer forintos óra van a kezén, mert nagyon jó órák azok is, az időt ugyanúgy mutatják, stb. Stb. De amikor valakinek egy másolat van a kezén, mondom, kicsit átdefiniálja az embert. Minek kell egy másolat? Tehát minek kell neked, mondjuk nevezzünk egy márkát, mondjuk nevezzük meg a Rolexet, minek kell neked egy gagyi Rolex a kezedre, mikor az eredetit nem veheted meg? Mondja ezt nekem valaki. Ha azt mondod, hogy ugyanolyan jó minőségű, mint az eredeti, akkor minek? Tehát ugyanolyan, de nem az. Ezt próbáljuk megérteni. Mikor valaki megvesz egy adott óra márkát, az eredetit, nyilván azért veszi meg, mert van rá pénze. Nyilván nem a kuka mellett lakik, nem onnan eszik, stb. Stb. Hanem ha van egy kis értékítélettel, meg egy kicsit máshogy gondolkodik, akkor ez a 560. rangú dolog az életébe. Nyilván egy normális helyen lakik, gyerekei normális helyen járnak iskolába, tele van a hűtő, stb. Stb. Most ha valakinek ugye ez nem megy, vagy máshogy hozz el a pénzét, vagy máshova kell tenni, minek kell egy replika óra, amire ugye ott van az eredetinek a logója, a szignója, ugyanakkor meg nem az. Tehát mire kell, akkor ezt mondja nekem valaki,
azon kívül, hogy arra, hogy szeretnél valahova tartozni, ahol nem vagy. Ez lehet, hogy marra keményen hangzik, vagy hihetetlenül hangzik, de ez a lényeg, meg különben minek. Tehát én most fölveszek egy 14.600 forintos, akármilyen alacsonyabban kategorizált órát, akkor mennyivel leszek én szarabb ember, mintha van a kezemben egy replika. Tehát ezt próbáltam az egészből kihozni, nem az, hogy a replikákban is van olyan, hogy már marha jó minőségű. Igen, van, nem erről van szó, de minek? Minek? Minek kell egy hamisítvány? Póló. Tudom én, hogy mindent hamisítanak, ez egy dolog, hogy megveszed, és akkor nem az eredeti, nem tudsz róla. De minek kell például, bírom ezeket a hamis mindenféle francia divatmárkájú táskát a nőknél is, ugye? Egy eredeti kerül 500.000 forintba, és akkor megveszel egy ilyen műanyagot 22.400-ért, az bárki megfúj, akkor röhög egyet. Minek kell ez? Nem tudom, szeretnéd magadat valahova berakni, ahol nem vagy, és ezzel nem hiszem, hogy te előrébb teszed magad az életbe, vagy följebb, egy magasabb társadalmi kasztra, hanem hülye gyereknek fognak tartani. Mert nem kell. Nem kell ezt játszani. Inkább legyél szerintem szerény, alázatos, attól függetlenül a saját kis területeden olyan sikereket érhetsz el, amit akarsz. Nem kell feltétlenül oda tartozni, anyagi szintről beszélek, ahol messze-messze nem vagy, mert kellemetlenül fogsz kijönni belőle jó néhány helyzetben. Kellemetlenül kiröhögnek, mondom, szánalmasnak találnak, 280 éves autókból vigyorogsz ki, mit tudom én, Pest főutcájá, hogy te mekkora menő vagy, aztán egy jót faszát röhögnek rajtad, mellette ott a gagyi óra a kezeden, a gagyi napszemüvegekkel, meg ráadásul még a szemed is elbassza, mert még befoncsorozva sincs úgy, ahogy kéne, meg a szemfókusztávolság is máshogy van beállítva, hogy nem értem, hogy ez miért jó, hogy valaki vagyok itt, és fel akarom magam rakni oda. Mikor előbb-utóbb úgyis kiderül, hogy én itt vagyok. Oké? Hát erről szerettem volna beszélni. Tudom, hogy most megint sok embernek a levesébe beleköptem, mert valószínűleg én irigy vagyok. Ugye ez azért van az egész. Biztos, hogy irigy vagyok. Egyszer majd én is szert tudok tenni valamilyen dolgokra, amitől mindenki fel fog rám figyelni. De egyet higgyetek el nekem, sok minden mellett, ugye hiába mondom, úgy csészitek el, de ezt talán próbáljátok meg. Ha van a fejetekben valami, arra sokkal-sokkal jobban felfigyelnek az emberek egy idő után, mint az, hogy hány csillagos autóba ücsörögsz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!